egyedül neveztem be a futamra, egy polip és egy kecske társaságában. Magamat ismerve mindig a legizgalmasabb kalandokba fogok keveredni, és szeretném nektek megmutatni a valódi Afrikát. Nekem volt a legsürgősebb az indulás, de sikerült szinte legutolgyasónak elindulni. Hát megláttam az út mellett valami nagyon fantasztikus bulit. Elmúlt már 3 óra. Úgy döntöttem körülbelül fél órával ezelőtt, hogy megállok. Láttam egy helyet, ahol kamionok parkolnak, ide betogozódtam. Finom úri kis helyen töltöttük az éjszakát, most nézem. A legnagyobb veszélyforrás számomra azt hiszem nem is Afrika, itt Szenegál és Guinea határa, hanem a saját szórakozottság. Mit is találok én itt az autón mellett? Az útlevelem. Az Öreghegyi Papírboltnak is nagyon köszönjük a sok felajánlás, színes ceruzákat, filctollakat. Nagyon örülnek neki az itteniek. Aki látta a tegnapi videót, tudja, hogy túl vagyok azon a ponton, amikor úgy tűnt, hogy vége a dalnak és föl kell adnom a túrát, de szerencsére nem így történt. Tegnap elindultam késő este Saint Louisból, Szenegálban, és megérkeztem hajnal 3-kor a guineai határ közelébe. Tartok a Kunde Lau Nemzeti Park felé, és körülbelül 400 kilométer vár ma rám, itt egyedül, Szenegálban. Tartsatok velem a mai nap során is. Biztos vagyok benne, hogy egészen elképesztő élményekben lesz ha is részem, mert örökké azt keresem, hogy hogyan tud helyiekkel találkozni. Azt lesem, hogy hogyan tudnék a lehető legizgalmasabb kalandokba keveredni. Én egyáltalán nem törődök azzal, hogy azt mondják, hogy egyedül ne utazzunk és kerüljük a feltűnést. Hát én viszont bízom, hiszek az emberekben, és itt Szenegálban nagyon-nagyon barátságos emberek vannak. Áj! Szóval az a helyzet, hogy megállok egy benzinkútnál, akkor azonnal körbevesz egy csomó gyerek. Most már nagyon nagy feltűnést keltek. Nagyon köszönöm a sok felajánlást mindenkinek. Az iroda is támogatja az akciót, segélyezést, adományozást, és például az Öreghegyi Papírbolt ajánlotta fel ezt a sok papírboltból egy csomó Székesfehérvárról egy csomó dolgot. Ezt fogom most a köreim sereglett gyerekhadnak szétosztani. Úgyhogy következik ez az akció, ezt nem fogom lefilmezni, mert ezt utálom, hogy vagy osztogatok és örvendezek, ez az én szerencsém, vagy most itt akkor kamerázok, amíg elbújnak előle. Jön a legjobb része a túrának. Yours. Wait. Back. It's yours. Hey, this, guys, this is yours. Egy füzet is ekkora ajándékot jelent. Yeah. Ciao. Tehát itt élnek ők, így. Nagyon kedvesek a szenegáli emberek. Ezek a lakások. Ott hátul lehet látni a kunyhókat. Itt a legapróbb dolog is, egy füzet, egy cukorka, hatalmas örömet okoz a gyerekeknek. Eddig azzal nem találkoztam, hál' Istennek, hogy sovány gyerekeket látnék. Szerintem hatalmas lehet a családi összetartás. Akik a tegnapi videót követték, pontosan tudják, hogy sikerült betogozódnom egy lakodalomba. Ugye az volt a szervezői utasítás, hogy egyedül lehetőleg ne utazzunk, ne keltsünk feltűnést, éjszaka ne vezessünk, hát én totálisan megszegtem mind a 3 szabályt,
de nem bántam meg, mert óriási élmény volt látni a viseletbe öltözött 200-300 embert, akik a lakodalomra összegyűltek. Nyilván itt rendkívül összetartó mindenki, sokan dolgoznak valószínűleg külföldön, utalják haza a pénzt. Minden tele van money transferrel, tehát akinek pénz áll a házhoz, gondolom kisegíti azokat, akiknek semmi jövedelmük nincs. Az emberek egyszerűen az utcán élnek. Nagyon, nagyon érdekes látni, hogy éjjel-nappal, tehát tegnapi videóból is kiderül, hogy éjjel-nappal az utcán vannak. Rendkívül színes az összkép. Boltot keresek, mert mióta is egyszerűen nincsenek boltok. Tehát átmentem egy rakás településen, és nulla bolt. Én nekem meggyőződésem, hogy ezek az emberek pénz nélkül élnek itt. Amikor azt mondtam, hogy bizonyára hazautalnak pénzeket, és vannak manigramok, tehát ahol pénzt nem is utalnak, hanem ahol úgy működik ez, hogy fölteszik valahol a pénzt a világ bármilyen pontján, és akkor a hálózatnak az itteni egységéből bevallak valaki, és egy kóddal fölveszi azt az összeget. Tehát vannak ilyenek, de amikor azt mondtam, hogy pénzt küldenek haza a külföldön dolgozók, nem erre ezekre a falvakra gondoltam, mert szerintem innen nagyon kevesen jutnak el nyugatra. Valami nagyobb városba értem. Szokásos nyüzsgés. Jó, nem a Eiffel tornyot, vagy a Pisa-Eiffel tornyot nézem, de minden érdekes, bármit csinál az ember. Most például bementem egy gyógyszertárba, és nagyon érdekes volt. Egyrészt az, hogy ott működött egy pici orvosi rendelő gyakorlatilag, tehát a gyógyszertár szélén ült egy orvos, és akkor ezek mindenféle színes viseletbe öltözött hölgyek sorba álltak nála. Másrészt pedig az a helyzet, hogy itt pénztárgépet már nem látok, tehát hiába volt ez egy meglepően modern gyógyszertár, itt sem látok pénztárgépet, csak füzetbe írkálnak mindent. Érdekes, ilyet sem láttam még, ez úgy látszik a motorfőváros. Mint hogy csak valahol a távol-keleten Vietnámból lennénk. Vettem banánt. Itt az árusok. Szép, gyönyörű banánok. Itt ez szenzációs. Fölvettem egy stoppost, és erre beültettek 4 embert az autóba. Szenzációs. Úgyhogy indulunk. És még hoznak csomagot. Van egy csomó csomag, amit betettek ide hátra. Fogalmam sincs, hova megyünk. De tök örülök nekik. Igen, elég sok a stoppos. Nagyon jó, van társaságom. Adtam egy magyar szalagot is, és egy magyar parkot. Atya úristen, egészen a faluig behoztam őket, és itt fotókat csináltunk, itt laknak. Fantasztikus, mert a hölgy elkéri a fotót, mert még nem látta magát, szóval. Hát ez nem semmi. Egészen a falu mélyére hoztam a hölgyeket, vagyis a hölgyet és a gyerekeket. Hát de úgyis ezt akartam, hogy lássam a belülről is ezeket a településeket, hát most megkapom. Így nézünk ki. Rally mára sem arra kívül nézem. Csak óvatosan, mert ezt tudom, hogy a fotózást nem igazán pártolják. A bamakós kollégák fognak kinyírni, mert kénytelenek megvárni engem, amíg hazahozom a hölgyeket, vagyis a utasaimat, mert a katonák egyben fognak bekísérni minket a farba, vagyis egy csoportba. Hát nem semmi egy élet, amit itt nyomnak. A végén még egy kis pénzt is adtam nekik, megették a banánomat, tettem velük egy plusz kört, szóval, de a jó érzés az az enyém. Úgyhogy végül is mondhatni megérte. A srácok az elején kicsit zorkón néztek rám. Hi! De aztán megengültek.
megérkeztem a park bejáratához. What did you have? Hát egy oroszlán tábla van. És fantasztikus. Álmom teljesül most, mintha nem is látok oroszlán. Eddig állatot még nem láttunk, de azért ezek a termeszvárak fantasztikusok. Nem tudom mennyire látszik, de egy antilopot látunk. Nem nagyon. Körülbelül olyan, mint egy ló így hátulról. Aha, most lefordult. Töltünk egy kis üzemanyagot. Azt hiszem, hogy szerény ismereteim szerint az állatok a 39 fokban szeretnek az árnyékban hűsölni és este előjönni. Tehát nem vagyok túl optimista, ellenben kinyíffanunk itt a hőségben. De hát vegyük úgy, hogy támogattuk egy pár euróval a Nemzeti Parkot. Bár még megyünk vissza, körülbelül 40 kilométert zögykülöttünk eddig. De hát végül is átszaladt egy varacskos disznó. És távolról láttunk egy antilop-szerűséget. Látunk antilopokat, majmokat, seregnyi majmot. Sajnos nem tudok igazán rá zoomolni, de tanúsíthatom, hogy ott mozognak. Ez az egyáltalán nem természetes jelenség, itt normálisan vízi lovakat kéne látni, akik most arrébb vándoroltak. Itt a vízmérő, aminek sajnos nincsen most lehetősége bármit megmérni. Boris, my friend! Boris barátom itt azt mondja, akivel bejöttünk közösen, hogy éppen kapott egy üzenetet, képet Bulgáriából, és mínusz 15 fokban snowboardoznak a népek. Érdekes, hogy mi csak itt autókázunk egyet, aztán 42 fokban reménykedünk benne, hogy a nyakunkba ugrik egy elefánt, esetleg ez mentheti meg a helyzetünket. Amiben most vagyunk, az a száraz évszak. Ilyenkor azért csak elvétve szokott eső előfordulni. Áprilistól októberig tart az esős évszak, amikor viszont nagyon sok csapadék van, és rengeteg moszkító, de most legalább azt ez előbb itt megbusszuk. Lejöttünk a folyó főágához, és ott üldögél egy majom. Hát ez egy kicsit vicces, hogy itt áldogálok, de nem szóltak rám eddig, mert hogy itt ebben a folyóban, a Gambia főágában, itt krokodilok is lehetnek, sőt az előbb a srácok láttak is egy krokodilt. Hát én nekem annyira bitangul melegen van, és annyira csábít ez a víz, hogy megkérdeztem a guide-unkat, hogy itt ez veszélyes-e, ha én itt belemegyek. Azt mondta, hogy nem. Azt mondja, hogy ha ott a parton, a szikláknál, vagy ahol összeér a partszakasz, ahol a partszakasz ott leomlik a vízbe, azt mondja, ott veszélyes lenne, de itt nem. Úgyhogy megfürdök a krokodiloktól hemzsegő Gambia folyóban. Wow! We hope there's no crocodiles to eat them. Hát ez két okból is csodálatos volt. Egyrészt a dög meleg miatt, másrészt meg két napja az autóban alszom, és megszabadultam a 3 centi rogocsos mocsoktól. Gambia folyó. Köszönöm. Végtelenül fáradt voltam ez a egy évnek tűnő karikázás után a 42 fokban. De aztán az történt, hogy megrólam, jöttek megint a gyerekek, de ők olyan kis kedvesek voltak, meg lehet őket igazából kezelni, csak hogy sorba kell állítani, meg fegyelmezni kell őket. Helyek is segítettek, jöttek vagy 20-an, és akkor olyan aranyosan mindenkinek jutott 20 gyereknek itt a Nemzeti Park bejáratánál. Hát ez annyira föltölti az ember, de nem azért, mert én szent vagyok, hanem tényleg, hogy annyi ember örül ezeknek a kis nulla kis csecsebecséknek, egy-egy füzet, egy-egy toll, egy-egy cukorka, és olyan lelkesen integettek a végén. Szerintem persze, hogy csak többet-többet akarnának, de hát ez teljesen érthető, hiszen gyerekek. Úgyhogy most tele vagyok energiával, még 190 km áll előttünk, és megyünk a guineai határ alá, holnap nagyon hosszú út, ilyen 12 órás út áll előttünk, földúton, de már csak 4 nap van a Bamakóból,
óriási élmények ezek a mai napon is, ami történt. Na itt mit történik? Sikerült kifognom egy szavannatúzat. Remek az út továbbra is, nem látszik a felvételem, de ez már az a tipikus afrikai vörös homok vagy vörös föld. Ez az út vezet határra, ami előtt a babakos tábor lesz. Hát legalább nem hajnal 3:30-ra érek oda, mint tegnap, de ebből is nagyon késő érkezés lesz egy hosszú nap után. Pedig a holnapi szakasz az különösen izgalmas, érdemes majd a következő részt is megnézni, mert akkor keresztül megyünk egész Gambián, 10-12 órás út, csupa földút, olyan falvakon keresztül, ahol nagyon sok esetben még autóval nem is találkoztak, vagy legalábbis több havonta egyszer téved arra egy-egy autó, és tehát a mögöttük is földút, akkor remélem a fezi szerelők, illetve a Szent Louis-i szerelők, aki az előző részben, amit küzdöttem, amit ha esetleg látta valaki, tehát hogy ezek a nagyszerű arcok ott a Szent Louis-ban jól végezték a munkájukat, mert ez megint nagyon kocsigyilkos út. Még 1300 kilométert kell megtenni a célig, Freetownig, Sierra Leone-ig, remélem bírja a kis kocsi. További izgalmak várhatók, az biztos. Miért is érne véget úgy egy nap, hogy megérkezik a szállásra mondjuk 11 órakor békében? Hát az történt, hogy véget ért ez a borzalmas földút, kiértem erre a nagyszerű aszfaltútra, és alig hogy gáztattam, belementem egy óriási kátyúba, ami persze itt megesik, csak a végeredmény az lett, hogy nem elég, hogy defektes lett az autó, hanem még el is tört a keréktartó felfüggesztő rút, és legalábbis félig eltört, úgyhogy még lépésben tudok haladni az a nagyon kedves szenegáli után, aki azonnal megállt, készségesen segített, közben megállt egy rendőr is, aki mondta, hogy a szenegáli vendégszeretet úgyis kihúz minket a bajból, tanuljuk meg, hogy ők a legvendégszeretőbbek. Aztán megálltak mellettem Boriszék is, akik szintén itt Camp Douglas-ban fogják tölteni az éjszakát velem együtt, aztán meglátjuk, hogy holnap sikerül-e utolérni a többieket, mert nagyon kemény nap lesz holnap. 600 kilométer vár ránk, de nagyrészt 500 kilométer vár ránk, de kizárólag földutakon. Nagyon könnyű lesz eltévedni, a GPS nem jelzi ezeket, illetve a Maps nem jelzi ezeket az utakat, tehát csak GPS alapján égtájak szerint lehet majd tájékozódni. Jó lenne, nem egyedül kéne vergődnöm navigáció nélkül, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy még éjszaka megcsinálják az autót. Szerencsére a szenegáli srácnak, aki előttem megy, neki pont van egy autószerelő ismerőse, és most hozzá tartunk, hát ha még éjszaka meg tudja csinálni az autót. Már csak az a kérdés, hogy pénzt honnan kerítek rá, mert ez már a negyedik autószerelő, akinek járok az utam során. Zsemjárisok, iszonyú gyorsak, soha nem cserélnek ki semmit, millió szerszámmal nekiesnek, és mint egy jó orvos sebész minden meggyógyít. Tesz srácok, hihetetlenek voltak, szóval már repülök is. Megyek is vissza a szervizbe, mert az autó mégsem jó. Konkrétan itt csinálták az autómat, de nincs itt senki. A hold szépen világít, ellenben az út borzalmas, az autóban csak reménykedem. Az biztos, hogy a kerék, amit föltettek, a pótkerék, illetve amit visszatettünk, az iszonyú lapos. Remélem csak ennyi a probléma, azon kívül, hogy néhány kontrollárpa
szokásos módon világít. Nagyon bízom benne, hogy beérek a faluba, így fél egy felé, vagy inkább egy óra, mert erre az útra 23 km egy órát biztos kell számolni. Lássuk. Némi viszontagságok után, amiket már nem is részleteznék inkább, csak megérkeztem valahogy nagy nehezen a táborba. Alszik már mindenki, elmúlt egy óra. Holnap nagyon izgalmas napunk lesz. Gíneába megyünk, ahol nagyon-nagyon ritkán fordul meg turista, sőt olyan helyeken fogunk járni, ahol az autó csodaszámba, ritkaság számba megy. Köszönöm videónk vágójának, szerkesztőjének, Poscsabinak a munkáját. Tartsatok velem holnap is!